hatalmas tele pillanatban. Emre! Emre még mindig. Emre nagyon gyors, technikás. Emre visszakapja a labdát, gyere Fülő! Belakad benne, jó van! Nem tudta Emre már megemelni, de az apró termetű Emre Belizoglu egy pillanat alatt kilépett, és Fülöp Márton hősiesen, önfeláldozó módon vetődött bele. Óhó, jajajaj! Ajajajaj! Szemlátomást nem tudja, mi zajlik körülötte Fülöp Márton. Nagyon-nagyon keményen ütközött Emre Belizogluval, és megszédült a magyar csapat kapusa. Megszédült a magyar csapat kapusa, és attól tartok, hogy itt most cserét kell végrehajtani. Emre beindult, szerencsésen pattant tovább a labda, aztán visszakapja ott Gökántól, és itt pedig egy kemény ütközés. Jönni kellett Fülöp Mártonnak mindenféleképpen, alá pörgetett volna, látszik is, hogy ez a szándéka Emrének, de ott volt Fülöp Márton, és a testével gyakorlatilag mindenféle kapu felé vezető utat tudott fedezni. Egyelőre még mindig azt vizsgáljuk az orvosok, hogy Fülöp Márton tudja folytatni a játékot. Minimális kockázata van annak, hogy bármiféle probléma van, akkor természetesen végre kell hajtani a kapus cserét. Szegény Fülöp Marci mindaki egy ökölvívó mérkőzésen belenézett egy jobb egyenesbe, körülbelül olyan állapotban érezheti most magát. Ó, na itt lehet jól látni, mi történt. Nem tudta fölkapni Emre Belizoglu a lábát, és gyakorlatilag fejbe rúgta Fülöp Márton. Tudja folytatni, úgy tűnik Fülöp Márton. Már Balog János itt azért bevetésre kész, tehát már... Yeah. 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 Ye